130 évvel ezelőtt, 1885-ben Temesváron heti vásárt rendeztek, és egy ember beleesett a Temes folyóba. Negyed órán keresztül fuldoklott, először mindenki keresztül nézett rajta, nem vette észre, aztán amikor már nem lehetett mit csinálni, egy ember odament, végig kihúzták, kivették a vízből, de eszméletlen volt, senki sem tudott vele mit kezdeni, nem tudták, hogy ki az, aki hozzá merjen nyúlni. És hogy végén szerencsétlen ember ott halt meg a heti vásáron, több száz ember szeme láttára. Ennek a szörnyű balesetnek aztán máig ható kihatásai vannak Budapesten, de hogy mi ez, arról majd később beszélek. Először arról néhány szót, hogy aki ismeri Philip Zimbardo kísérletét, vagy ismeri a Hősök tere projektet, az pontosan tudja, hogy ebben a történetben nincsen semmi meglepő igazából. Amikor valaki fekszik az utcán, és láthatóan szenved, akkor általában negyed óra szokott eltelni a legnagyobb tömegben is, míg végre valaki oda megy hozzá, és utána, amikor az első ember oda ment, akkor már jönnek a többiek, és megkapják a megfelelő segítséget. Én magam is részt vettem egy ilyen kísérletben, belülről nézve még megdöbbentőbb az embereknek a reakciója. 10 magyar emberből egy felmérés szerint 8-an azt mondják, hogyha rosszul lennének az utcán, akkor nem menne oda hozzájuk senki. Ugyanebben a felmérésben 10 magyar emberből 8 azt mondja, hogy ő viszont oda menne, hogyha valami szörnyűség történne, vagy valaki ráthatóan rászorul a segítségére. Mert csak első látásra van ellentmondás, valójában nincsen. Mert mindannyian pontosan tudjuk, hogy hogy működik a közönös tömeg, és senki nem akar a közönös tömeg része lenni, csak éppen nem tudjuk, hogy hogyan tegyük meg az első lépést. Ebben a bizonyos Igazi Hősök című könyvben, amit tényleg Philip Zimbardo 2 évvel ezelőtti, vagy másfél évvel ezelőtti előadása ihletett pontosabban azt, hogy hogyan rendeződik ez a történetek sora egybe, mi az, ami összetartja őket. Olyan emberekről írtam, akik életük egy-egy meghatározó pillanatában jól döntöttek, képesek voltak meghozni ezt az első lépést. Ahhoz a 20%-hoz tartoztak, akik számára a belső bátorságuk a legszélsőségesebb helyzetekben is felülírt mindent, felülírta a közönyt, az ostoba közmegegyezéseket, akik mertek lépni. Egyszerűen csak erősebb volt bennük talán a jó akarása, mint az alkalmazkodása a kényszer, a többség kényszeréhez. Ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, akkor ezekben a történetekben, és hát számos ilyen típusú történetben, háromféle úgymond látható szereplő van. Van egy agresszor, aki rossz döntéseket hoz, vagy aki végrehajtja ezeket a rossz döntéseket. Vannak áldozatok, akik ezeknek a döntéseknek vagy tetteknek az áldozata, és vannak hősök, akik megpróbálnak közbeavatkozni. Csak hogy ez a három látható szereplő összességében is egy kisebbség, a negyedik legfontosabb szereplőhöz képest, a tömeghez képest, ahhoz a csendes többséghez képest, aki a legtöbb ilyen helyzetben közömbös marad, aki elfordítja a fejét, akár csak félelemből, akár közönyből, akik rettegéssel tekintenek a változásokra, akik felmentik magukat, cselekedni restek. Rájuk gondolunk mindig, amikor arról beszélünk, hogy nem segítene rajtunk senki, hogyha ott lennénk az utcasarkon valamilyen nehéz helyzetben. És ők azok, akik egy konfliktusos helyzetben meg tudnak fordítani nagyon könnyen a dolgoknak a menetét. Nagyon jól ismerjük őket, hát azért, mert az élet legtöbb pillanatában mi magunk is közéjük tartozunk. Azt mondta az előbb Phil, hogy hősnek lenni könnyű és egyszerű. Ami igazán nehéz persze, az az, hogy a saját közönyünk, előítéleteink és félelmeink köréből megpróbáljunk valahogy kitörni. Nem szeretünk elsőként cselekedni. Most olyan történeteket mesélek el nektek, ahol aminek a főszereplői olyan magyar emberek, akik megpróbáltak lépni. Szándékosan nem olyan sztorikat hoztam, ahol valami nagy óriási hőstett, történelmi hőstett elmesélhető, hanem kicsit kapcsolódik az előző két előadáshoz is, akik megpróbálták átalakítani a gondolkodásukat azért, hogy előbbre vigyenek valamit, akik kirakták a háromszöget, mondjuk így. Kettőről fogok részletesebben beszélni, és hogyha van egy kis időnk, akkor a harmadikra is jut talán idő. Az első, akiről beszélni szeretnék, az Kressz Géza, aki
egy németországi menekült fia volt, az édesapja a sorozás elől menekült, a porosz hadseregben nem akart tartozni. Egyébként egy borbély segéd volt. A borbélyok voltak azok ebben az időben, akik a szakálvágáson meg a hajnyíráson kívül a kisebb sebeket is ellátták, hogyha valaki rosszul lett az utcán, a borbélyhoz kellett bevinni. De már akkor is az volt inkább a jellemző, hogy a jobbmódúnak tűnő betegeket a rendőr az orvosokhoz vitte, mert ott fizetni kellett a borbénál, meg vagy fizettek, vagy nem, úgyhogy nem volt ez egy igazán jövedelmező dolog. De ráadásul meg is szűntek a borbély céhek, úgyhogy a 19. század közepén, pont akkor, amikor elkezdődött a nagyobb urbanizáció, és kiépült a város, gyárak jelentek meg, akkor nem volt, aki az egyre nagyobb számú sérültet, munkahelyi vagy közlekedési sérültet ellátta volna, vagy kapott civil segítséget, vagy nem. Nagyon sokan meghaltak így az utcán. Volt egy Flór Ferenc nevű orvos, kórház is lett róla később elnevezve, aki írt egy beadványt, egy kiáltványt tulajdonképpen, hogy létre kéne hozni a magyar mentőszolgálatot, a kutya sem hallgatott rá. Ő volt az Orvos Egyetem dékánja, aki átadta a diplomáját Kressz Gézának, aki orvosi karra járt, és másnap, amikor kilépett az egyetem kapuján Flór Ferenc, akkor elütötte a lovasút és meghalt. Kressz Géza pedig azt gondolta, hogy ez így már tényleg nem tartható tovább, nem orvosi praxist választott magának, hanem elment egy kerületi tiszti orvosnak, és onnantól kezdve az egész életét arra szánta, hogy valamilyen módon segítsen az utcán rosszul lett embereknek. Tiszti orvosként eljutott Angliába, ahol akkor alakult meg az első profi mentőszolgálat. Ilyen karitász jellegű szervezetek korábban is voltak, de ilyen szervezettségű sehol máskor. Ott ült egy dresdai, meg egy bécsi küldött is, és nézték, hogy hogyan működik ez a dolog, és mind a hárman elhatározták, hogy a saját városukban megcsinálják. A dresdainek, meg a bécsinek, ahogy hazajött, egy éven belül sikerült, Kressz Gézának nagyon sok évig kellett dolgoznia. Kidolgozott még a londoninál is jobban működő háromszintű rendszert. Az első szint az a elsősegély tanfolyamok bevezetése volt. Azt javasolta, hogy minél több civil tanítsuk meg arra, hogy mit kell csinálni egy sérültel az utcán. A második szint az önkéntes mentőszolgálat, amiben már profi orvosok vannak, meg profi ápolók, de önkéntesen látják el a feladatukat. Őket lehet hívni, és ha kell, ott a helyszínen ellátják a sérültet, ha kell, kórházba viszik, ami a harmadik szint, vagy pedig egyszerűen bekötözik a sebeit, hogyha erről van szó. Ezt megírta tudományos cikkbe, megírta felhívásba, megírta úgy, hogy az orvosok értsék, megírta úgy, hogy az egyszerű többség értse, általában kinevették, vagy azt mondták, hogy honnan van erre pénz. Sőt, amikor ezt nagyon hangsúlyosan megírta, akkor az orvosok megtámadták azzal, hogy micsoda felelőtlenség civilekre bízni a betegeket, ez egyfajta sarlatánizmus, kuruzslás. A rendőrök azt mondták, hogy ez beavatkozás a hatósági munkába. Szóval nem sok sikert ért el ezekkel a javaslataival. Tiszti orvosként így mindenféle más dolgot csinált, például bevezette a csecsemőknek a tejellátást, mindenféle közegészségügyi reformjavaslatai voltak, és amiket végre is hajtott, és ezekről most sajnos nem tudok beszélni. Ő volt az első ember, aki az élelmiszer hamisítás ellen fellépett, ezt csak zárójelben mondom. Majd aztán megjelentek a szalagcímek az újságokban, hogy Temesváron megfulladt egy ember a Temesben, mert senki sem segített rajta. És a temesvári önkormányzat vagy polgármester elhatározta, hogy létre kell hozni egy mentőszolgálatot. És akkor érezték úgy a budapesti városatyák, hogy ez tűrhetetlen, hogy mégiscsak, hogy Temesváron előbb lesz mentőszolgálat, mint Budapesten. Ezért azt mondták, hogy hát kedves Kressz Géza, ha már ennyit írtál róla, csináld meg. Kressz Géza összehívta az általa ismert 150 legfontosabb embert, aki ebben involválódott, kicsit úgy ment ez, mint ahogy a Hősök tere projektet annak idején Györgyiek létrehozták. És azt mondta, hogy nagyon jó ötlet, mindenki fizessen, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, a tagsági díjakból fogjuk fenntartani az első mentőszolgálatot, fogunk tartani elsősegélytanfolyamokat, meg egyébként mi leszünk a mentők. Összeszedett annyi pénzt, hogy ezt el lehessen indítani. Hát kicsibe kezdték, a mai Szent István téren, a Bazilikánál egy lényegében egy két helységből álló fabódé volt az első mentőszolgálat, a lovaskocsi ment a betegekért, elő pedig futott valaki kolompal, hogy mindenki időbe félre tudjon húzódni. Hamar bejött az első riasztás, és egy dühöngő elmebeteghez kellett kimenni, és azután pedig hetekig semmi. És az orvosok elkezdték terjeszteni, hogy itt valami borzasztó dolog van, akit a mentő elvisz, az soha többé nem jön vissza. Úgyhogy elindított Kressz Géza egy, ma úgy mondanánk, hogy kommunikációs kampányt.
plakátokat tett ki az utcára, és megfogalmazta, hogy mi is lenne a mentőszolgálat lényege, ingyenesen segítséget nyújtani gazdagnak, szegénynek a nap 24 órájában. Egyébként a technika megszállottja is volt, ez volt valószínűleg az első mentőszolgálat az egész világon, ahol bevezették a telefont, ami akkor a legújabb találmányok közé tartozott. És csodák csodája, a kommunikációs kampánynak hatására egy év alatt annyira népszerű lett a szolgáltatás, hogy mindenki hívta a mentőket, és egyre többen csatlakoztak. Egyre több pénz gyűlt össze, úgyhogy egy évvel később kaptak egy ingyenes telket a mai Markó utcában a fővárostól, ahol fölépítették azt a mentőközpontot, ami még most is ott áll. Mindezt ingyenesen, állami, önkormányzati és egyéb források nélkül. Ez már annyira türetetlen volt, hogy őt kirúgták a tiszti orvosi állásából, mondván, hogy összeférhetetlen, orvosok panaszt tettek ellene. Úgyhogy utána rajta vesztettek, mert már innentől kezdve csak ezzel foglalkozott. Mint ő lelkesedett az orvostudomány mindenféle legújabb csodái, technikai csodái iránt. Ő mutatta be Magyarországon az első röntgen készüléket, a millenniumi kiállításon magának Ferenc Józsefnek a kezét világította át. Majd mindjárt ezután megcsinálta a világ első olyan mentő autóját, amelyben röntgengép volt. Ez még lóhúzta, de valószínűleg ez az első a világon. Majd talán az egyik első motoros, tehát gépjárműbe helyezett mentőautót is ő rendelte meg, de ennek az elindítását már nem érte meg, nagyon-nagyon rövid élete volt, 52 éves korában meghalt. És közben elfelejtettem a képeket mutatni, itt az első mentőállomás munka közben. És az a mentőrendszer, ami ma működik, lényegében ugyanaz a háromszintű mentőrendszer, amit ő létrehozott. A második ember egy generációval fiatalabb, tehát ami azt is jelenti, hogy neki egy jóval nehezebb történelmi helyzetben kellett megvalósítani azt, amit szeretett volna. Őt úgy hívták, hogy Richter Gedeon, és megteremtette a magyar gyógyszergyártást. Lényegében az összes 20. század első felében lévő történelmi kataklizmával szembe kellett néznie. Ő azért választotta ezt a hivatást, mert gyerekkorában meghaltak a szülei különböző betegségekben. Hogyha lett volna gyógyszer, akkor minden valószínűség szerint életben maradna. Beiratkozott a gyógyszerészeti karra, és Kolozsváron és Budapesten elvégezte. És utána nyithatott volna patikát, de ő azt gondolta, hogy ez nem ért eléggé még mindig. Meg akarja tudni, hogy hogy is van ez a világban. 4 éven keresztül tanult Európa különböző pontjai, Milánótól Londonig, Párizstól a különböző német városokig. Ebben az időben ugyanis nem voltak még gyógyszergyárak, akkor kezdtek alakulni, hanem patikusoktól lehetett megtanulni a mesterség csinyát-binyát, főleg a titkos receptúrákat. 4 év után, amikor hazaérkezett, valószínűleg a legjobban képzett gyógyszerész volt egész Európában. És volt még egy dolog, ami nagyon felkeltette az érdeklődését, a legfrissebb orvostudományi eredmények közé tartozott, akkor úgy hívták, hogy az organoterápia. Ez tulajdonképpen a belső elválasztású mirigyek és hormonok működésének tudománya volt. Állati eredetű hormonokból vontak ki olyan anyagokat, amiből aztán gyógyszereket lehetett készíteni. Ez annyira friss dolog volt, mint most a DNS alapú géndiagnosztika mondjuk. Ezt sajátította el és honosította meg Kressz Géza, és örökségéből vásárolt magának egy kis patikát az Üllői út külső részén, a mai Ludovikánál. Egyáltalán nem volt ott ügyfélkör, azért vette azt a patikát, mert volt az alján egy labornak alkalmas alaksori helység, és ott elkezdte gyártani a gyógyszereket. Az összes patikus meg az orvos bolondnak nézte, hogy mit akar ő ezekkel az állati szervekkel, főleg akkor, mikor elment a vágóhidakra, és mindenféle furcsa szemétre való szerveket vásárolt, mint sertés mellékvesét, meg marha, petevezetéket, meg ilyen furcsa dolgokat, amiket aztán gondosan bezárva egy ilyen fehér orvosi dobozba hazavitt, és elkezdett belőlük gyógyszereket gyártani. Hogy milyen sikeres volt, arra csak egy példa. Egy japán tudós 1901-ben izolálta az adrenalint, és ugyanazon évnek a végén Richter Gedeon már vérnyomás emelő hatású gyógyszerkészítményt készített belőle. Olyan sikeresen ment, és annyira jól működtek ezek a gyógyszerek, hogy lépett még egyet, és azt mondta, hogy létrehoz egy kicsi gyógyszergyárat, mégpedig Kőbányán. Ez egyrészt azért kellett, mert olcsó volt, másrészt, és ez volt a másik nagy újítása, fölismerte, hogy ott van munkaerő. Ugyanis sörgyárak voltak Kőbányán,
és a sörgyári munkásoknak a feleségei, mint lekötetlen szabad vegyérték, hogy így mondjam, ott voltak. Úgyhogy élete végéig 80%-ban nőket alkalmazott, és ettől, vagy talán ettől is, a Richter gyárakban egészen a 40-es évekig a legnagyobb harmóniában folyt a munka. Máshova vezetne, hogyha ezt részletesen elemeznénk. És igazából idáig szimplán csak egy pozitív történet valakiről, aki megvalósította azt, amit akart, és hogy segíthessen az embereken, csak aztán közbeszólt a történelem. Erről is beszélek néhány szót, hogy hogy is ment ez Richter Gedeon életében. Itt az első ilyen szállító autójuk. A világháborúban természetesen egyáltalán nem ment az semmilyen iparág jól, de mondjuk a hadseregnek kötszerekre, meg egyéb gyógyszerekre szüksége volt. Aztán jött a tanácsköztársaság, amikor először államosították Richter Gedeonnak a gyárát, és mennie kellett, még meg is verték, aztán utána folytatta, ahol abba hagyta. Aztán jött Trianon, amikor elvesztette a piacainak a felét. Ilyenkor adja magát a lehetőség, hogy akkor jó, akkor Európában próbálkozzunk kereskedni, csak hogy egy háborúban vesztes ország termékei embargó alá estek szinte egész Európában, úgyhogy nem maradt más, mint a tengeren túli terjeszkedés, amire mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Mit akar egy kis magyar gyár Amerikában vagy a világ más részein? Sajnos fogy az idő, úgyhogy csak annyit kell mondani, hogy 10 év alatt 50 Richter gyár lerakadt, kereskedelmi képviselet alakult a Fülöp-szigetektől Kínáig, Dél-Amerikától az Egyesült Államokig, egészen odáig, hogy a 20-as évek végére Magyarország valuta készletéért két cég volt felelős. Az egyik az Egyesült Izzó, a Tungsram, a másik pedig a Richter. Ezért gondolta azt Richter Gedeon, hogyha ilyen fontos szerepe van a magyar gazdaságban, akkor a gyárát vagy őt magát, bármilyen politikai rendszer is jön, különösebb baj nem érheti. Ebben csalódnia kellett. Zsidó származása miatt először csak a gyár vezetéséről kellett lemondani, aztán az igazgatósági tagságáról is. Aztán még megengedték neki, hogy ingyenes tanácsadóként bejárhasson a saját gyárába. Akkor is csak az érdekelte, hogy működjön a dolog. Még a II. Világháború kitörése után is meg tudta 50-szerezni az exportbevételeit a cég, és tényleg ebből volt Magyarországnak pénze, de ez nagyon a politikát nem érdekelte, és megpróbálták a munkatársai kimenekíteni, hogy Svájcba vagy Portugáliába valamelyik leányvállalatához menjen el egy semleges országba, és onnan irányítsa az egész konglomerátumot, de ezt ő nem vállalta. Ott akart lenni a gyárába, és nem akart hűtlen lenni a hazájához. Azt gondolta, hogy ha a hazája nem lojális hozzá, ő még lehet lojális a saját hazájához. Így aztán nem ment el, sárga csillaggal a kabátján is bejárt még, amíg bejárhatott, aztán pedig elkerült a gettóba, egy Wallenberg által védett házba, onnan vitték el 1944 szilveszterre előtt, és lőtték a Dunába. A céget természetesen a háború után államosították, és megmaradt a magyar rész, a külföldi, már nagyobb értéket képviselő gyárakat megpróbálták az örökösök valahogy egyben tartani, ez nem sikerült. Azt nem szokták tudni, hogy a világ egyik legnagyobb gyógyszergyára, a Janssen, ami már a Johnson & Johnsonnak a része, az a Richter belgiumi leányvállalatából nőtt ki. Szóval ő is megcsinálta, amit szeretett volna, nagy ellenállás közepette. A harmadikra, amit el akartam mesélni, nem maradt idő, de legalább lesz miről beszélgetnünk a szünetben. Steinschneider Liliről van szó, aki az első magyar női pilóta. Befejezésként csak annyit mondanék, hogy ha sikerült úgy megírnom ezeket a történeteket, vagy most felvillantanom belőlük kettőt, hogy elgondolkodunk azon, hogy ezekben a helyzetekben mi hogyan lépnénk, mit csinálnánk, akkor talán sikerült őket jól elmesélnem. Mert mégiscsak ez az az első lépés, amire szükség van, hogy egy ilyen döntési helyzetben kicsit megálljunk, és végig gondoljuk, hogy van-e más döntés, van-e olyan lépés, ami talán szembe megy a közmegegyezéssel, talán szembe megy azzal, amit a többség gondol, de mégis előre visz egy közösséget. Ez a két ember, akiről beszéltem, ezt tette, és a többiek is, akikről az előző könyvemben részben Philip Zimbardónak hála írtam, és akikről a következő, hamarosan megjelenő könyvemben írni fogok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Arról beszélgettünk, hogy három története van Krisztiánnak, és megszavazzuk, hogy mesélj el a harmadikat? Igen, tessék. Meséld el. Fél szeretne valamit. Ő is ugyanezt szeretné. De közben már egy belett töltve a következő. Visszakérjük. Mesélj nyugodtan ettől. Jó, elkezdem mesélni, aztán nem is érdekes annyira a kép. Szóval Steinschneider Liliről van szó, aki egy gazdag kereskedő családnak a lánya volt, és valószínűleg a gazdag polgárlányok élete várt volna rá. Ő még egy generációval fiatalabb, mint akikről eddig beszéltem. Az a 19. század legvégén született, azért ha már itt a kép, akkor megmutatjuk. Ő az. Csak 1909-ben és 1910-ben történt valami Budapesten, mégpedig az, hogy először Louis Blériot, az első nagy repülős bemutatkozott a budapestieknek, és elképesztő repülőláz lett úrrá a városon, úgyhogy a hatóságok be akarták tiltani, hogy oda lehessen menni, mert a hadügyminiszter meg volt róla győződve, hogy a Rákosmezei repülőtéren, ahol ez a bemutató zajlott, le fognak hullani sorba a repülők, és óriási katasztrófa lesz. De nem sikerült megakadályozni, és ott állt a tömegben a fiatal Steinschneider Lili is, és azt mondta, hogy ő is repülős akar lenni, pilóta, vagy aviátor, ahogy akkor mondták. Természetesen erről szó sem lehetett. Ráadásul 1910-ben meglátta az első női pilótát, egy francia hölgyet, aki ugyancsak bemutatta a tudását, és akkor ő elment a mai Őrsvezértéren található repülőtérre, ami eredetileg egy ilyen lovaspálya volt, hogy akkor ő jelentkezne, hogy ő is megtanulná, pénze volt rá, gazdag családból származott, azt mondták, hogy nő. Hát nem, egyetlen lehetőség talán van. Vannak olyan repülő bemutatók, amikor szükség van ballasztra, valami súlyra. És hát úgy gondolták, hogy ő elég kicsi, pont elegendő méretű, úgyhogy felszállhat, hogyha akar utasként, és hát ennyi, ami egy nőnek összejöhet. Elsőként így is repült egy ilyen légi bemutatón, és úgy szállt le, hogy ő ezt akarja, és le akarja tenni a pilóta jogosítványt. Természetesen azt mondták neki, hogy Magyarországon ilyen nincs, meg hát valószínűleg a világon sehol. Addig keresgélt, amíg aztán egy újonnan nyílott repülőtéren, Bécsújhelyen sikerült beiratkozni, és letette a repülős vizsgát. Hogy ez mennyire sikerült, csak egy példa, akkoriban a magasság az egy fontos kérdés volt, hogy milyen magasra tudnak fölmenni a repülők. A magyar rekord, amit néhány évvel később állítottak föl, az 1600 méter volt, ő rögtön a vizsgáján 1800 méterre ment föl. Majd aztán elkezdett mindenféle repülő bemutatókra járni, és aztán a második alkalommal, amikor bemutatkozhatott Budapesten a közönségnek egy Szent István napi nemzetközi légi bemutatón, ami egy világbajnokságnak felel meg a mai kategóriákban, ott megnyerte a gyorsasági versenyt. A címlapokon az szerepelt, hogy pilóta kisasszony nyerte a repülő versenyt, és rövid időre nagyon nagy sztár lett Steinschneider Lili Magyarországon. És valószínűleg ő is, mint a többi híres aviátor, járta volna a világot Amerikától Londonig, hogy bemutassa a tudását, csak aztán kitört a második, vagy az első világháború. És onnantól kezdve, bár nagyon hosszú életet élt Steinschneider Lili, soha többé nem vezethetett repülőt. Az első világháborúban megszűnt a polgári repülés, ő jelentkezett a magyar hadügyminiszternél, hazai Samunál, hogy ő szeretné ebben a legújabb eszközzel, repülőgéppel védeni a hazáját. Azt mondták, hogy hát itt két okból sem lehet. Egyrészt, mert nőről van szó, nő nem lehet katona, másrészt, mert hát a repülőgépek hadviselésben soha nem fognak szerepet játszani. Úgyhogy ő férhez ment, jobban, leginkább férhez adták egy német arisztokratához, és aztán már az a család sem engedte, hogy repüljön. Még akkor sem, amikor kiderült, hogy a repülőgépeknek mégiscsak lesz némi szerepe a hadviselésben. És aztán itt látható még egy repülőtéren, és aztán valamikor a 20-as években megszült az egyetlen gyerekét, aztán, mivel szintén zsidó származású volt, el kellett hagynia az annektált Csehszlovákia területét, Olaszországban élt, aztán a férje elvált tőle pont azért, mert a származása nem volt akkor már igen megfelelő. És hát hosszasan élt,
Olaszországban, aztán Nizzában, Genfben, különböző városokban, egész életében csak újra repülni akart. És valamikor a 60-as években felfedezték őt Genfben, hogy hát egy régi klasszikus aviátor, mindenféle ilyen reklámeseményekre elvitték, és ő mindig azt mondta, hogy föl akar szállni. Leginkább helikoptert vezetni akart megtanulni, ezt már nem engedték neki, de aztán a Concorde gép pilóta fülkéjébe mégiscsak bemehetett, és tulajdonképpen 88 éves korában is elérte azt a célját, amit szeretett volna, és még egyszer repülhetett. Ez a történet, ez kicsit más, mint a többi, mert egyszerűen csak egy emberről szól, aki megcsinálta azt, amit szeretett volna, és bizonyos értelemben példát mutatott. Nincsen ebben semmi rendkívüli. Az az érdekes benne, hogy ha átalakítja valaki a gondolkodását, vagy elhiszi azt, hogy meg lehet csinálni valamit, akkor föl lehet repülni az égbe. Köszönöm.